Sziasztok, én Farkas Bálint vagyok a Microsofttól, és AI-ról lesz majd szó. Az AI-ról kapcsolatban az egyik legnagyobb tévhit talán, hogy ez egy ilyen messzi távoli dolog, ami majd a jövőben lesz egyszer. És érdemes végig gondolni, hogy ugye van egy kumi törvény elnevezésű szabályosság az informatikában, ami azt jelenti, hogy az egy X pénzért vehető számítási kapacitás is duplázódik, exponenciálisan nő bizonyos időnként, mint ahogy a Moore törvény, ugye a tranzisztor számra élő hasonló növekedés. És a mostani forecastok alapján, hogy ez a törvény még kitart addig, akkor 2040 magasságára $1000 árából lehet megvenni annyi számítási kapacitást, ami elég annyi neuronnak a leszimulálására, mint amennyi emberi agyban van. Tehát egy 25 éven belül, hogyha megéljük, akkor már lesz annyi számítási kapacitás, amivel egy erős agyat lehet tervezni, brute force módon, fogunk egy emberi agyat, annyi neuront, leszimuláljuk és kész. Ez még 25 év múlva van a jövőben. Viszont egy ilyen neuronhálózatnak nyilván kellenek majd szenzorok is, amikkel tudok külvilággal érintkezni, mint hogy valószínűleg egy emberi agyat tudnak fejlődni izolációban, ugye minden érzékszerve nélkül. És az érzékszervek azok már ma is rendelkezésre állnak. A Microsoftnak van egy csomó olyan szolgáltatása, ami ilyen gyenge AI képességet valósít meg, és lehet látni, hallani, szöveget olvasni, értelmezni, jelentést kiszedni vele, és így tovább. És ezért mutogatnék egy párat, hogy hol tart már a tudomány. Ezeket olyan szemmel nézzétek, hogy fillérekért hozzáférhetőek, tehát hobby projektben jellemzően, hogyha másodperceként kevesebb, mint 10 requestet csináltok, vagy hát percenként kevesebb, mint 3 másodperceként kevesebb, tehát ilyen, van egy értelmes limit, ha annál kevesebb requestet csináltok a felhő felé, akkor ingyenes, és ha meg ezt a request számot túllépitek, akkor szolgáltatástól függően ilyen 1000-10000 request fog pár dollárba kerülni, tehát ezek nem valami bődületes milliós licencdíjra rendelkező cuccok, hanem teljesen hozzáférhető hétköznapi eszközök. Van egy csomó, négyet fog ledemozni, mert annyira van kb. Idő. Kezdjük az elsővel, ami szerintem a legizgalmasabb, ez a computer vision, vagyis számítógépes látás. És tehát az a trükk, hogy nem Chrome-ban nyitjuk meg ezt az oldalt, mert nem működik, hanem egyben. Én sem értem. Pedig egyébként újabban Chrome-ban szoktam használni. De látjátok, nem én csinálom. Szóval computer vision. És ennek egy csomó szolgáltatása van, most a legegyszerűbbet fogjuk majd kipróbálni, amikor fényképekről megmondja a számítógép, hogy mi van rajta. Ugye a visszafelé ez még úgy istenes, tehát azt már a Google Image is tudja, Image Search is tudja, beírom, hogy akarok látni macskáról képet, és akkor hoznak ilyen macskákat, amiket nyilván kiszedett úgy, hogy a kép, kontext, kép egy HTML dokumentumban volt, és hogyha sokat volt együtt a kép, meg a macska szó, akkor valószínűleg az van rajta. Na de visszafelé, az már nem egyszerű. Gondoljatok bele, hogy ez milyen nehéz egy a világ összes objektumára csinálni egy neurális hálót, ami egy képen megmondja, hogy ezt látom rajta. Viszont egy ilyenünk van. A képek, amiket fel fogok tölteni, azok itt a teremben készültek egy néhány perc azelőtt, hogy jöttetek volna, úgyhogy semmi hekkelés nincsen benne. És azt fogjuk látni, hogy egész jó tippeket ad ez a szegény arra, hogy ezen mit látunk. Ugye székek, valami asztal, rajta kaja, stb. És akkor ezeket mondja. Szerintem a leírás az egy vacsorázó asztal, amivel amúgy nem jár olyan nagyon messze, mert tényleg egy asztal, mint kaja van. És mond egy csomó tippet is, hogy egyébként mik vannak még itt. Ugye van padló, asztal, szék. A sört azt nem találtam, igen. Nem is értem, azért nem is. Nem kell adulok, hogy a keresztés is, hiszen azért van adott ez le. Ott a kis barátunk a sarokban. Erről viszont teljesen korrektül megmondja, hogy ez egy piano keyboard. És tényleg. És egyébként még lát rajta megint csak padlót, meg zenét, meg egy kis eséllyel még lát rajta elektromos orgonát is. Azt bebukta. De amúgy is a 10%-ot mondott. És végül van még ilyen, hogy egész korrekt leírásokat ad, bár néha kicsit ilyen dwarf volt összesen generáltizik. Itt be is tippelte egyébként, hogy... Igen, ez az angol, amíg van, vannak kisebb problémák, de igen, azt mondja, hogy férfiak állnak valahol. Fal környékén egy téren belül. Szóval egészen jó, ahhoz képest, amit az ember a jelképzetőnek tartana, mert már tök magas szinten áll, ilyen fotókategorizálása, meg ilyenekre szerintem teljesen alkalmas. És az benne a jó, hogy ez nem csak képekkel tud szórakozni, hanem föl van tanítva mondjuk hírességeknek a felismerésére, tehát vannak ilyen domén specifikus tudása is, tehát mondjuk megmondja, hogy ezen a képen Bill Gates van, azon meg a Ferenc pápa, meg ilyenek.
tud videóval csinálni ilyet, tehát azt neki egy videófelvételt, akkor megmondja egy videóban egyébként, leírja a videót szavakkal. Láttam el olyan implementációt, ahol ezt vakok és gyengén látók számára vetik be, akinek ugye kritikus az, hogy megáll szobában, nem lát semmit, és akkor megmondja, hogy egyébként férfiak vannak. Tehát neki az egy tök nagy információ, hogy there are men standing next door men, érted? Tehát ott marha jobban abban a kontextusban. Meg egyébként OCR-t is tud, hogyha valaki megfizethető áru OCR-re vágyik, mert ahogy hallottam, a piacon lévő alternatívek azok nem mindig költséghatékonyak. Oké, következő, tartalommoderátor. Ugye, kinek van kedve az internet szemetjét olvasgatni, és az ember moderátor, ugye mindenféle profán mocskot. A profanitás az érkezik képben, meg videóban, meg szövegben. Én most a szöveget fogom demozni, és a jó ízlés betartása véget angolul. Egyébként magyarul is tud. És erre is van egy remek kis dolgunk. Ez egy REST API-n. Ó, megint te izét hozta, akarta behozni. De ez működik jól, vagy szuper. Tehát ez egy REST API-val is meghívható, egyébként minden REST API-val programozható. Meg kell adni milyen nyelven, és akkor meg kell adni egy ilyen API kulcsot. Ezt már gondosan előkészítettem. És csináltam egy kis szöveget is, amit ez a valós élet ízlette ezt a szöveget, amikor errefelé tartottam. És nézzük, hogy erre mit reagál. Azt mondjuk, hogy hajrá! Válaszol, ugye? Na, halló. Hajjáló. Elközelebb ezt képenyőképpen fogom megoldani. Mindjárt válaszol, és egyébként nem túlságosan meglepő módon föl fogja ismerni a csúnya szavakat, megadja őket pozíciólapon, és sikerült neki érni, csak egy 21 másodperces delay-jel, mindegy. Felismert, hogy angol nyelv, és akkor felismerte a csúnyaságokat, amiket ti is lehet rögtön vágni a szövegből, amit aztán már tisztítatunk tovább passzolni. Az benne jó, hogy 100 nyelven tud, mert egy nyelven még az ember összeírkálja a csúnya kifejezéseket, de 100-ra nem. Meg ez nyilván a Microsoftnak a korpuszából dolgozik, és hát mi aztán látunk már egy pár dolgot, amit a és ugyanezt nem csak... Nem csak szövegre tudja, hanem mondom képekre, meg videóra is, és az emberi eszközzel összekapcsolható, tehát mondjuk egy képnél meg tudja flagelni, hogy ez mondjuk pornográf vagy egyéb illetlen tartalmat jelent, de egy ember ezt elő tudja bírálni. Lényeg az, hogy a moderátornak a sebességét meg tudja hajtani azáltal, hogy az erőszedéstől elvégzi egy elég jó hatásfokkal. Aztán, visszamenve, érzelmek. Ugye, erről elképzeltek mindenféle Orwelli szenáriók, hogy miért jó nekem az, hogyha egy képen látok egy emberi arcot, és megmondom, hogy mit érez. Volt már olyan édes megkeresésünk, hogy egy boltot akartok bekamerázni, és figyelni az emberek arcát, hogy mennyire boldogok, és az alapján optimalizálni az árazást, meg a placementet, meg ilyenek, hogy a boldogság szintet minél magasabbra tornásszák. De egyébként olyan triviális dolgok is elképzelhetőek, hogy ha írsz egy alkalmazást, akkor nyilván nem akkor kell a user ratingelésre megkérni, amikor éppen be van pöccenve, mert elbukta a pályát, vagy egy rossz hírt olvasott, hanem akkor, amikor éppen happy. Ezért is fontos, hogy tudjad az arc kifejezését értelmezni, meg nyilván millió egyéb szenárió képzelhető még el. Pofon egyszerűen működik, ezt is demozni fogom. Sajnos a saját arcomról vannak képek, bocsánat, hogy nem találtam egy szebb embert, de most ezzel kell beérnünk. Nézzük az elsőt. Pillanatokat megmondja, hogy igen, ez egy arc, ott van bekarikázva, és itt kiszámolja nekünk, hogy mik a látható érzelmek, és azt ugye nullától egyik fejezi ki, tehát ő azt mondja, hogy mondjuk 0,999-ben boldogság látszik, az összes többi, hogy ez egy tudományos notation, tehát ezek egy nagyon kis pici száma. Ugye ez még viszonylag egyszerű volt. Egy bonyolultabb eset az, amikor próbáltam komplexebb érzelmeket varázsolni. Hát így sikerült. És erre azt mondja, hogy ez 81%-ban düh, és 9%-ban félelem, és még nagyon, nem, úgyhogy undor, és nagyon kicsi félelem is van itt nem x-elve ebbe a dologba. Egy szakadás, tényleg. Az egy jó munka lehetett, amíg mondjuk ezeket betréningezték. Mondjuk nem tudom, ki az, aki összeszedett 10 000 olyan embernek az arcáról képet, aki mondjuk éppen undor fejez ki, hát biztos egy lélekemény munka volt. Tehát pont az benne szépen nem kell elvégezni a neurális hálónak a tréningezését. És akkor, ahogy eddig is, ez is tud videót értelmezni, meg mindenféle kütyöfilét, tehát föltetünk egy videóklipet, és megmondja, hogy mondjuk ettől eddig ez az ember ez boldog volt, itt aztán hittem szomorúra váltott, aztán megint boldog lett. Tehát mondjuk fókuszcsoportról csinálok egy videót, miközben nézi a legújabb
reklámomat, és akkor pontosan tudom, hogy milyen érzelmeket váltottam ki nagy tömeg emberről. Méghozzá objektív módon, nyilván lehet, hogy nem pontos, de legalább objektív, tehát nem fog azért torzítani, mert mondjuk valaki tetszik neki a közönségből, és akkor szebb érzelmeket lát az arcára. Oké, aztán arc, csak úgy simán, erre megint csak egy egyszerű demo készült. Az arcfel ismerésre nagyon jól lehet szórakozni. Ő itt életkort próbál tippelni, most ezt ne vegyetek még figyelembe. Aha. Ő egy kicsit egyébként szeret fölfelé torzítani, én még csak 28 vagyok, de egyébként azt teljesen megmondja, hogy mi a nem, meg mi az életkor. Egész jó, egész kicsi szólással, tehát hogyha valamit kitalált, akkor az egyébként tartja magát. És az arcszőrzetet azt szereti annak venni, hogy az ember már kicsit idősebb, de mondom, egészen pontos. És egyébként ez egy triviális demo, de egyébként ezt tud ilyen viszonylag advanced funkciókat is, hogy még csoportosít, tehát föltöltök egy csomó képet, megmondja, hogy melyik képen vannak ugyanazok az arcok. Akkor ilyen autentikáció jellegű dolgokat, hogy itt ez a célszemély, a 80 ezer képből melyiken van még ugyanez a személy rajta. Ugye el lehet képzelni megint csak ilyen rendőrségi kereséseknél, ez jó tud jönni. Vagy ilyen, melyik arcok hasonlóak, tehát mint akár kik a testvérek, hogyha keresek egy elveszett okont, tehát millió szenárióra ezek elképzelhetőek. És persze mindezt megint csak videóval is tudja, ami ugye mindig egy érdekes kihívás, mert ott ugye másodperceként van 24 frame, de mindegy videóra is meg tudja ugyanezeket ezeket a paramétereket mondani. És akkor ezen kívül van még kismillió másik szolgáltatás, amit, hogy az időt tartsam, csak vázlatosan mondok végig. Ugye van általános videófeldolgozás, ott a motion detection talán a legérdekesebb. Ugye van egy biztonsági kamerán, veszi a garázsnak a kijelentet. És nem érdekel, hogyha elment az utána egy macska, csak az érdekel, hogyha az a poligon, ahol a garázsnak a kapuja van, az kinyílt és onnan kiment egy autó, mert ha bement, az még hagyja. És akkor meg tudom neki adni, hogy olyan motion detection csinálja, ami csak ezen a poligonon belül tüzel. Meg ugye ilyen stabilizációs dolgok, ugye valaki lemegy egy 10 órán keresztül síjel, akkor senki nem fogja megnézni egy 10 órás footage-ot, akkor ilyen hyperlapse jelleg lesz, össze tudja tömöríteni néhány percre, úgyhogy nem lesz ilyen a kép, hanem visznek sima lesz, tehát a stabilizációt meg tudja csinálni a szoftverből. Akkor szórakozik hanggal. Ugye a sima speech to text az oké, rendben, de mondjuk próbáljátok meg speech to text-et csinálni egy gyárban, ahol ugye doholnak a gépek, meg mennek a targoncák. Ezt tud olyat, hogy megadod neki, megtanítod neki, hogy tipikusan mik a háttérzajok. És az intelligensen kivonja, és akkor egy zajos hangfelvételt is tudsz kellően értelmezni. Akkor tud olyat, hogy felismeri, hogy ki beszél. Ugye láttam egyszer, ahogy újságíró dolgoznak, ugye kimegy a diktafonnal, fölveszi az interjút, majd visszamegy az irodába, és akkor egy pötyögi, hogy akkor A, ezt mondta erre, B, ezt kérdezte, aztán C, ezt válaszolta erre, A, ezt mondta. Tehát, hogy elég unalmas. Ezt ki lehet váltani egy az egyben úgy, hogy ő nem csak megcsinálja a text-to-speech-et, hanem föl vagy speech-to-text-et, hanem föl is annotálja, hogy ki beszélt mikor. Ezt olyan szinten tudja, hogy az akár hangalapú autentikációra is alkalmas. Aztán van Luis barátunk, aki chatbotok írására alkalmas. A múltkori videóban már volt erről szó, úgyhogy most nem fogom megismételni. Ő gyakorlatilag arra képes, hogy beírjon neki egy rossz hangolsággal vagy tört magyarsággal megfogalmazott mondatot, amiben vannak paraméterek, mondjuk akarok egy nagy sajtosat. És akkor ő megmondja, hogy igen, akkor a szándék az adott pizzát rendelek, és a paraméter meg az volt, hogy nagy sajtos pizza. Tehát lényeg az, hogy szövegből szándékot és paramétereket vesz ki, megint csak ilyen machine learninges föltanított módon. Aztán van lingvisztika meg szövegelemzés. Ez gyakorlatilag, mint a nyelvtanulóra megmondja, hogy itt a mondat, alany, állítmány, melléknév, főnév, csinál nekem egy lingvisztikai fát. Ugye, fun fact, hogy majd nem ezzel a szoftverrel csinálták, de ugye Rowling, a Harry Potter írója, publikált aztán egy könyvet, most már kb. két éve egyébként, az a Casual Vacancy címmel, de állnélem. És úgy bukott le, hogy mégiscsak ő írta, hogy csináltak rajta ilyen szövegelemzést, mert valakinek gyanús lett, hogy ez hasonló a Harry Potter stílusához. És abból, hogy valaki hogy ír, hogy milyen a mondat szerkezete, meg lehet mondani, hogy ugyanaz az író írta egyébként, még akkor is, hogyha egyszer varázslatról írt, másszor meg egy angliai kisvárosról. De nyilván ez egyébként a valós életben inkább ilyen szentiment elemzése használatos. Sajnos ez a kettő az magyarul nem tud, csak angolul, de a többi az nyilván kultúra független. Meg van nyilván egy tanszátorunk is. Úgyhogy ez a Microsoftnak a csokra, a gyenge AI-okról. Még ezzel sem mondtam el mindent, de már végig nem akarom az összeset listaszerűen felsorolni. Van még csomó minden, ilyen kutatási anyagokkal, meg egyebekkel kapcsolatban. Ezeket úgy hívják, hogy Cognitive Services. Itt van fent a neve, hogyha valakit érdekel. És mondom, az benne jó, hogy árazásilag egy hobby projektben is tökéletesen alkalmas, mert ugye van ingyenesen vélemetre használható verzió is. Úgyhogy, ha valaki akar ilyenekkel molyolni, anélkül, hogy rengeteg időt töltene modell tanítással, akkor hajrá!
Ezen kívül a minták szervezőjének a fölkérésére ezután egy kis workshopot is tartunk, ahol egy ilyennek a használatát közösen végig is kattintjuk egy olyannal, aki itt marad és érdekli a téma. Úgyhogy köszönöm a figyelmet! Kérdés! Ahhoz szerintem a Vision API túl specifikus lesz, de van általános machine learning is az Azure-ban, az valószínűleg képes tehetőre. Az Emotion API-nál kérdezném, hogy azt egy gyakorlott szem, úgy tudom, hogy meg tudja különböztetni, hogy valaki erőlteti-e mondjuk a mosolyát vagy nem. Tehát, hogy nem pont ugyanazok a ritmok mozognak. Hogy erről tudsz-e valamit, hogy lehet-e csapni? Minden bizonyabban ez jelenleg 6 dimenziót mér, ugye volt ez a 6 alapérzelem, ez a boldogság, gondolat, blablabla, amiket láttunk, és valószínűleg ezt úgy fejeznék ki, hogy a boldogság indexen egy ilyen közepes izét adna, de még nem annyira intelligens, hogy azt mondja, hogy ez mondjuk egy forced smile, és nem pedig egy igazi smile. Ez egy első generációs termék, majd valószínűleg később olyan is lesz. Szintén érdekes kérdés egyébként, hogy mondjuk a szentiment elemző, a szövegelemző az képes-e megkülönböztetni a cinizmust és a valódi kritikát, vagy a valódi dicséretet egész pontosan. És az már egyébként képes lesz rá, mert az már tartott, tehát hogy azt mondod, hogy át ez egy nagyszerű termék volt, élveztem, hogy állandóan összefagyott, akkor ezt fogja érteni, hogy ez a cinizmus. Az azt kifejezés, hogy nem járunk itt. Mennyire fizikálják a mögöttes módszereket, tehát hogy mondjuk ott volt egy ilyen akademik menünk, hogy elviszik mondjuk tudományos konferenciákra. Igen, ezek mögött a Microsoft Research áll, ami nem tudok fejből számokat mondani, de az egyik legjobban funding volt research csoport így a nagy cégek között, és ők rendszeresen publikálják. Tehát a ZGraph konferencia, amelyik ez pont látással foglalkozik, ott szoktak ilyen díjakat is nyerni, hogy legjobb cucc. Nem azt mondom, hogy mindig mindent open source-olnak, de nagyon sok mindent. Úgyhogy azért érdekes az, mert nyilván a megoldó módszer ez definiálja azt, hogy mire lehet ez képes. Igen. Hát keresetlen a Microsoft Research biztos, hogy megoldás volt. Volt még egy kérdés. Igen, csak azt jutott eszembe, hogy a beszélgető is megoldóból, hogy azt ilyen mondjuk, hogy mindent tudnám használni, hogy mondjuk majd a repülők szönet, és megmondom neki, hogy kapcsolatban dolgok utáltál, akkor ezt meg fogom eloldani. Meg általában a játékokban rengeteg van ilyen kombinációk, meg ilyesmi, hogy nehézkes elérni, meg egyéletnél mondhatom, meg itt tudom én. Tehát, hogy hobby projektben egy ilyen folyamatos beszédfőismerés, azt el tudsz sütni ezzel, vagy az? Simán, semmilyen akkor nincsen. Még akartam is olyat, hogy a lakásomban leteszek Raspberry Pi-t, mikrofon eréje, és akkor majd mondom neki, hogy kapcsolt fel a lámpát, és abban az lesz, hogy várják csak az ilyen hangon a reagál is a vezetőjében. Mert ugye tudsz speaker recognition-t. Mondom, mi az, amit tud. Tehát ugye a kép az kultúra független, obviously. A content moderation az nem, de azt tud magyarul. A Louis az rávehető, hogy tudjon magyarul is, ez a szövegértelmező. A linguisztikus textus az egyáltalán nem tud. A translátor az azt hiszem kimeneti nyelvként tud magyart. És a speech to text nem tudni jelenleg magyarul. De és a speaker recognition? Speaker recognition? Ez egy nagyon jó kérdés. Ember tudhat, mert az nyilván nem a szöveg jelentését érti meg, hanem a hangszint. Tehát az akár tudhat is, mert az egy kultúra független lesz. De ezt még nem próbáltam nagyon. Még valami, elektromos. Igen? Igen. Az elektrom is mehet? Ez egy korn. Hát ez nyilvánvalóan elektromos. Hol lenne a többi része, hogy hát akkor ezt is fel is. Hát, Betippel, de na, de helyes! Úgy sok kérdés? Akkor köszönjük, és akkor szerintem...